Az Albadozsó Egyesület különleges műsorát tekintették meg azok, akik ellátogattak szombaton az Icsiligetbe. Többek között ők is képviseltették magukat az immár hagyományossá vált civil napon azért, hogy a harcművészeteket népszerűsítsék a lakosság körében. Mi szeretnénk bevonni a közönséget, egy elég látványos a standunk, hozunk ilyen tradicionális fegyvereket, és a gyerekeket is megpróbáljuk megszólítani olyan játékos fegyvereknek a segítségével, mint például a műanyag surikenek vagy szivacskardok, amivel ki lehet próbálni ezeket a harcművészeti ágakat is. Mellettük még további 62 egyesület munkájába nyerhettek bepillantást az érdeklődők, valamint színes színpadi produkciókkal is készültek a közönségnek. Magának ennek a rendezvénynek is most már sok éves előzménye és hagyománya van Fejváron, de ami miatt ez elindult, az még nagyobb múltra tekint vissza, még pedig a város civil közösség élete, hiszen rengeteg civil szervezet dolgozik a város közösségének erősítésén, fejlesztésén, gyakorlatilag az élet szinte minden területén, és ez egy kis seregszemle, ahol megmutathatják magukat, mivel foglalkoznak, kicsit egymást is jobban megismerik, kialakulnak kapcsolatok, és hát vannak érdeklődők, akik lehet, hogy most döntenek úgy, hogy egyik vagy másik téma felkeltette az érdeklődésüket. Nem csak a felnőttek számára nyújtott kikapcsolódást a szombati nap, a gyerekeket egyebek mellett Gonda Istvánné mesemondója és a Pitypang zenekar koncertje szórakoztatta.